Az 5 éve kezdődött tervezési munka során többször változott a gátnyomvonala. A lehetséges megoldások közül végül a legszükségesebb, közel 2 kilométer hosszú változatot építik meg. Kisvarsányó falu részét nem védte fővédvonal, és a Tiszának a szeszélyes áradása mindig több éveken keresztül elöntötte a település részét. Ez a település részen 40 lakóház az, ami veszélyeztetett teljes egészében, és ennek a bevédése fog most megvalósulni. A már meglévő gátszakaszokhoz csatlakozó töltéstest és a biztonsági patkák megépítéséhez, valamint a talajcseréhez 223 ezer köbméter földre van szükség. Emellett mintegy 55 ezer köbméter humuszréteg leszedését és deponálását is elvégzik. A gátépítés során 2 zsilipet és 1 a töltést keresztező földutat is építenek. A beruházás 896 millió forintba kerül, amihez 100%-os támogatást nyert az önkormányzat. A munkálatok befejezésével már nem marad olyan település a Felső-Tiszán, amelyet ne védene gát. Nem védettek, soha nem leszünk az árvízzel szemben, de azt nyugodt szívvel mondhatom, hogy jelentős előrelépések történtek az árvízvédelmi fejlesztésekben, hiszen nemrég volt ugye az átadója a Szamos menti víztározónak, és akkor a Bereg víztározó építés az pedig már elkezdődött, sőt javába zajlik, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy jelentős előrelépések történtek, mind töltésépítés, mind pedig víztározó építés szempontjából. Az árvízi védekezés nem csak települések, hanem országok közötti együttműködést is jelent. A gátak után most a legfontosabb a víztározók befejezése a Tisza felső, nem csak magyarországi szakaszán. Kárpátalján, Vári térségében és Tiszaújlaknál is lesznek víztározók, ahol elképzelhető, hogy akár magyar kormány támogatásával is meg fog épülni, hiszen aki ismeri ezt a területet, az ott lezuduló víztömeg, az pontosan magyar területet érhet el, mármint itteni határinnási oldalán lévő magyar területet. A Kisvarsányi gát a tervek szerint 2015 májusára készül el. Az átadást követő 5 évben a védmű fenntartása, karbantartása az önkormányzat feladata lesz. Ezután a kezelést a vízügyi igazgatóság veszi át.